az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. 1923. március 9-én, azaz éppen ma 100 esztendeje, egy kis Vasvár megyei község lakói kiharcolták, hogy a trianoni határokat megváltoztatva Ausztria helyett Magyarországhoz tartozhassanak. Szentpéterfa így lett méltán a leghűségesebb község, és nem egyedül. Hogyan sikerült a településnek és 9 társának visszatérnie az anyaországhoz a békediktátum ellenére, és miért döntöttek az ott lakók Magyarország mellett? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Szentpéterfa esetében megvalósult a középutat kereső Bánffy Miklós külügyminiszter hitvallása, a reálpolitika és a rajongás összefogása és egyetértése, mondja a Fiziken Robert főlevéltáros. A nyugat-magyarországi felkelők érdemeire hívja fel a figyelmet Botlik József történész, aki szerint Prónai Pál fővezér és társai hazafiak voltak, akik 1000 éves magyar földet védtek a területrablóvá lett Ausztriával szemben. 100 év táblatából is példamutató a szentpéterfaiak ragaszkodása Magyarországhoz, mondja Nánai Mihály, a Rubikon Intézet történésze. Az a nemzet, amely kiáll jogaiért és szuverenitásáért, igenis változtathat a sorsán, teszi hozzá Veszprémi László Bernát, történész. Jó estét kívánok a nézőknek, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. 100 év telt el azóta, hogy újabb 10 település visszatért az anyaországhoz a trianoni békeszerződés után. Amikor 1920-ban, és ez mindannyiótok véleményére kíváncsi vagyok ebben, június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést, akkor mennyire volt kőbevésve a trianoni Magyarország határa? József. Hát tulajdonképpen úgy tűnt, hogy teljesen kőbe van vésve, ami azt jelentette, hogy még sincs kőbe vésve, hiszen hogyha azt arra gondolok, hogy 1921-ben, tehát a trianoni békeszerződés, én inkább diktátumnak szerettem nevezni, mert az volt, ahol egy országnak elveszik a kétharmadát, az adatokat nem akarom mondani, mert ez közismert már, hála Istennek, akkor az nem szerződés volt, hanem diktátum. Méghozzá a legkegyetlenebb diktátumok egyike a magyar történelemben, és olyan értelemben nem volt kőbevésve, hogy még mindig volt benne lehetőség, olyan értelemben, hogy több mint egy év után, 21-be akadtak olyan emberek, akik mertek, akik hazafiak voltak, én ezért a rongyosgárdistákat, vagy nyugatmajszi felkelőket, Prónait, vagy az Élem, meg a Héjas, meg a többieket hazafiaknak tartom. Miért? Mert 1000 éves magyar területet védtek Ausztria ellen, amellyel együtt veszítettük el az első világháborút, és utána közös államban éltünk, tehát szövetséges állam, társállamból területrabló államba, országá alakult. És az is kért tőlünk területet. A másik vesztestől. Hát ez nem éppen erkölcsös. Tehát én ezt nem tudom elfogadni. Tehát és tulajdonképpen ez mind a mai napig úgy rányomja a bélyegét. Ez valahol a magyar-osztrák kapcsolatoknak a tudatalattiába azért ott van szerintem. Hogy ez nem volt egy fair, meg egy korrekt eljárás. Mihály, szerinted kőbe volt vésve, vagy pedig volt benne mozgási lehetőség? Alapvetően nem szeretem, ha a történelmet nagyon determinista módon nézzük, tehát mindig bármilyen esetben léteznek alternatívák. Mondjuk hát, hogyha Aponyi Albertet kérdezzük, mielőtt elutazik a békedelegáció, ő ugye már akkor is hogy mondjam, nyugalomra intette a kedélyeket, vagy inkább hűtötte azokat. De hát ismerjük a Milleran-féle kísérőlevelet, aminek a irányába voltak azért bizalmi gondolatok, hogy hát ha ugye a sokat fog szóban forogni határmegállapító bizottságok. Nyilvánvalóan a korabeli körülményeket reálisan nézve olyan nagy változtatási lehetőség, főleg a már ugye szomszéd államoknak az igazgatása és katonai felügyelete alá került területeknél nem nagyon volt. Itt utalnék egy olyan kérdésre, amit szerintem még az elején fontos tisztázni, hogy ugye itt a nyugat-magyarországi terület az egy picivel később került az elcsatolandó területek közé, ami bizonyos mértékig a tanácsköztársaságnak a eredménye vagy következménye is, hiszen
ugye az első 1919 márciusra összeállt békefeltételek között még az osztrák határ nem volt ilyen módon jelen, ez egy utólag már a tanácsköztársaság idején benyújtott osztrák igénynek a következménye, tehát ezen a területen. Amit aztán a Saint-Germain-i béke kodifikált. Így van, és hát ugye másik fontos szempont, hogy Ausztriának sikerült egy Antant által elismert kormányhatalmat létrehoznia, ezért is tehették meg, hogy ezt benyújtották, hivatkozva tudjuk jól arra, hogyha nem lehet Anschluss, akkor kárpótlásként Burgenland, és még hosszasan lehet sorolni az osztrák érveket, ami nyilván magyar szempontból nem releváns, de hogy ez alapvetően ott 19-nek a tanácsköztársasági időszakában történik meg, ami szerintem egy fontos kérdés, és talán éppen ezért ez a leginstabilabb terület az elcsatolt területrészek közül, és hát tudjuk jól, ugye ez Sopron kapcsán sokszor előkerül, hogy ugye fontos szempont, hogy ez egy terület, ami nem került katonai megszállás alá. Persze a mai témánk az már egy kicsit más tészta ehhez képest, hiszen ez már a határmegállapító bizottságokhoz kötődik, de rövidre fogva a válaszom az, hogy sosem szeretem azt mondani, hogy valaminek csak úgy kellett, hogy lehessen a történelemben, mert mindig emberi döntések eredménye a történelem. Ugyanakkor valóban, ha a korabeli realitás viszonyait nézzük, akkor hát elég erős mi lett volna, ha kérdéseket kéne ahhoz föltenni, hogy ez máshogy alakuljon, de kétségtelen, hogy Nyugat-Magyarország volt az összes közül a leginstabilabb terület a trianoni területveszteségek között. Robert? Én hát egyrészt soproni születésüként, másrészt történészként szeretnék megszólalni és kapcsolódni mindkét kollega által elmondottakhoz. Én azt gondolom, hogy a felkelők mellett szükség volt diplomatákra is, szükség volt reálpolitikusokra is. Amikor 1922 elején a Nemzetgyűlésben Bánffy Miklós külügyminiszter tart egy hosszabb beszédet, akkor arról beszél, hogy az a jó politika, amikor a reálpolitikusok és a rajongók együttműködnek a nemzet szolgálatában. Márpedig ez a nyugat-magyarországi kérdés egy ilyen kérdés volt. Ő még ugye azt is hozzátette, hogy ha csak a rajongók és a kalandorok vezetnék a nemzetet, akkor abból nagy problémák lennének, de megvoltak azok a politikusaink, jelesül gróf Bánffy Miklós, egyébként már akkor ott a külügyminisztériumban Kánya Kálmán, a szintén soproni születésű Kánya Kálmán, illetőleg Bethlen István miniszterelnök, akik átlátták, ugye Bánffy úgy fogalmazott, hogy minden mediáció a középutat keresi, tehát hogy a Milleran kísérő levél értelmében meg kell és meg lehet egyezni az osztrákokkal. Egyébként Velencében is folyamatosan erre hivatkozik a magyar küldöttség, és megvan ehhez, ha úgy tetszik, a szervezeti forma is, mert amikor Magyarország ratifikálja a trianoni szerződést, ugye 21 júniusában, akkor tulajdonképpen néhány napon belül feláll a Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság, ugye Grácsban, és ez elé kerülnek azok az ügyek, amelyekről aztán ma este még beszélgetni fogunk. László? Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit már Mihály itt elmondott, tehát azt gondolom, hogy ha kőbe lettek volna vésve már akkor a dolgok, akkor valószínűleg nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk ezekről a dolgokról. Illetve hát még egy nagyon fontos dolog, ami itt elhangzott, az ugye a patrióta mentalitás, amit ugye mindenképpen látni kell, hogy igenis voltak ekkor felkelők, aktivisták, politikusok, akik nem nyugodtak bele abba, hogy milyen ítéletet hoztak Magyarország felett, akik azt gondolták, hogy legalább bizonyos apró pontokon, vagy talán nem annyira apró pontokon, hogyha Sopronra tekintünk, igenis lehet változást elérni, igenis van arra hatalma, vagy van annyi önrendelkezése bizonyos pontokon a magyar népnek, a magyar nemzetnek, hogy kiálljon a sorsáért. Tehát ugye ez egy nagyon komoly feladatnak tűnhetett már akkor is, ugye Sigray Anta, a kormánybiztos írja egy helyütt azt, hogy ezt ők egy szent őrületnek tekintették, hogy ellen kell állni, és valahol egy picit javítani kell ugye ezen az ítéleten, ezen a békediktátumon, tehát ez már akkor is egy kicsit ilyen hóbortos dolognak tűnt, de szükség volt azokra az emberekre, akik az ilyen hóbortosságban úgy tetszik, vagy ebben, ahogy ugye Sikrai mondta, szent őrületben, a hajlandóak voltak kockáztatni, és hajlandóak voltak részt venni, és aztán sokszor egyébként éppen ez az a
hát úgy tetszik, ez a radikális mentalitás volt az, ami később ugye sokszor egy csalódottságot is érzett a végeredmény láttán, és sokan ugye vádaskodtak például ugye Bánfi külügyminiszterrel szemben is, mert azt gondolták, hogy ők ugye az egész területet, jóformán az egész területet elfoglalták a nyugat-magyarországi felkelés során, vagy az egész területről sikerült kiverni az osztrák rendvédelmi szerveket, és utána nem tudtak belenyugodni abba, hogy mégsem tartotta meg az egész területet Magyarország, hogy beleegyezett abba, hogy a népszavazás mellett a többi elfoglalt területről ki kell vonulni. Tehát ez egy későbbi, hát elég keserű hangú és elég mérges vita zajlott a, hát elsősorban ugye az erősen jobboldali lapoknak a hasábjain. Utólag ugye furcsa látni ezt, mert az ember fejében talán egyben mosódnak ezek a dolgok, hogy nyugat-magyarországi felkelés és népszavazás, és biztos mindenki ugyanazt akarta. Tehát azért fontos látni, hogy azok az emberek, akik a vérükkel, fegyverrel kiharcolták ennek a területnek a hát ideig, óráig a szabadságát, azért ők sokkal többet akartak ennél. Bocsát, még csak egyet hozzátennék, hogy ami szintén nagyon érdekes és tanulságos eleme ennek az egész folyamatnak, hogy micsoda ereje van itt azért egy-egy személyiségnek is, tehát akár Bethlen Istvánnak az éles látása, vagy Bánfi külügyminiszternek, nyugodtan elképzelhetjük, hogyha másik szereplő áll az ő helyükben, mert itt azért több Szkylla és Karybdisz között kellett hajózni, tehát egyik az, hogy az osztrákokkal megállapodni, egy másik kérdés, hogy ehhez megnyerni az Antant jó indulatát is, és egy harmadik kérdés az, hogy itthon együtt működni a felkelőkkel, de amikor már a nemzetközi helyzet az diktálja, akkor valahogy mégiscsak leszerelni őket. Hát a felkelés második szakaszában 22-ben gyakorlatilag letartóztatják. És hogy ez azt gondolom egy óriási politikai teljesítmény, és ezért nagyon fontos azt látni, hogy megint csak a determinisztikus gondolkodással szemben, hogy éppen akkor ilyen szereplők álltak Magyarország élén, ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont. Jó, de azért van egy alapvető kérdés, bocsánat. Láttam, mindenki emelte a kezét, de szerintem erről akartok ti is beszélni. Hogy van az, hogy miközben ugye Ausztria és Magyarország, mint nem is personális unió, hanem gyakorlatilag társországok vesztesei a háborúnak, a köztük lévő határokhoz mégis hozzányúl az Antant. Miközben pont ez a terület az, amire azt mondhatná, hogy hát ez maradjon úgy, ahogy van, ezek mind a ketten sárosak, hajrá. Egyébként arra mindenképpen rá kell irányítani a figyelmet, hogy tulajdonképpen az osztrák területi követelések már nem 918-ban indulnak, hanem 905-906 fordulóján. Bocsánat, amikor Bosznia-Hercegovináról van szó. Tehát van, hogy az kerüljön esetleg Magyarországhoz, van egy ilyen irányzat, és akkor Ausztriát megkárpótolják a nyugat-magyarországi területekről. Tehát ez már, a Lajtán innen akartak már jönni az osztrákok, igen, akkor igen, is? Tehát már akkor volt egy ilyen, ez a József Pátri nevű se ilyen újságírónak volt az ötlete, ezt meg is írta egy ilyen röpiratban, amit aztán Magyarországon is kiadtak 18-ba, talán másodszor, és óriási botrány lett belőle a magyar parlamentbe. Tehát Ausztriának van már egy terület, egy követelések már felmerülnek, mondjuk 906-908-ba. Tehát erre is figyeljünk föl. A másik pedig, amikor a osztrák államtanács megalakul 18 novemberébe, akkor 5 nap múlva már hoz egy határozatot, egy állam nyilatkozatot, hogy kérem szépen nekünk Pozsony vármegye, Mosonvár megye, Sopronvár megye és Vasvár megyére követeljük körülbelül a Rábáig. Tehát igen, akkor még nem zárják ki az etnikai határok meghúzásának. Igen, de az érdekes itt, hogy ez a 4 megyébe körülbelül 900 ezer ember él, és abból csak 345 ezer volt német. Tehát nem is az etnikai határa, nem az etnikai határa etnikai határt akartak tulajdonképpen Ausztria, hanem ezt a 4 vármegyét. És innen eredül, és ez nagyon elfelejtődik, meg nincs úgy a köztudatban. Évekkel ezelőtt foglalkoztam vele az akkori könyvembe, az első kötetbe, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy honnan van Burgenland. Elkezdtem kutatni, hogy mi az, hogy Burgenland. Mert engem nagyon irritál, mikor vannak magyarországi történészek, meg néprajzosok, még, hogy hallok tőlük olyat, meg korábban is leírtak, hogy burgenlandi várak a 16. században. Hát ilyen fogalom, hogy Burgenland nincsen.
Ez, nincs, ez nem volt közjogi fogalom, nem volt tájfogalom, semmi nem volt. Na most ez osztrák szemszög, hogy ők tulajdonképpen azt mondják, hogy azt sugallják, hogy Burgenland, a mai Burgenland területe, amit Magyarország, nyugat-magyarországi része volt, az tulajdonképpen már 1000 éve Ausztria része. Tehát van egy ilyen sugallat náluk, tehát ők tulajdonképpen ezt próbálják sugallni, és holott az egész fogalom teljesen új keletű. Tehát meg lehet mondani napra pontosan, hogy mikor van hivatalosan Burgenland, amikor 21. januárban kiadják a Burgenland gezetszet, még nem nincs meg tulajdonképpen a mai Burgenland területe Ausztriának, de kiadnak egy Burgenland törvényt, amiben leírják, hogy ez tulajdonképpen ez az. És akkor hol van ennek az egésznek a fejlődése? Ez is egy érdekes. Pozsony vármegye német neve Pressburg, Wieselburg Moson, Ödenburg Sopron, és akkor Eisenburg Vas. És akkor ezt úgy hívják, hogy Fürburgenland. És tulajdonképpen 919-ben Sopronban meg is jelenik egy újság, biztos volt a kezedben, a Fürburgenland című újság, amit a nyugat-magyarországi németségnek szól. Na most, amikor Pozsonyt elfoglalják 19. januárjában a csehszlovák regionális csapatok, akkor tulajdonképpen Ausztriának okafogyottá válik Pozsony vármegye, majd aztán a békekonferencián követeli Pozsonyt is, meg Pozsony vármegye egy részét Ausztria, ezek is érdekes tények, és akkor utána Pozsony vármegye elveszik, és akkor ez a lerövidül Dreiburlandra, tehát három várak tartományára, hogyha nyers fordításba, és tulajdonképpen 19 őszén, amikor a Szentzserbeni szerződés ugye kitűzi a szeptember 15-én a új határokat, akkor ez lerövidül Burgenlandra, és akkor kezdik ezt az Ausztriának igényelt területeket Burgenlandnak nevezni. Pedig ez addig korábban őrvidék volt. Az őrvidék volt, mert ez volt a nyugati gyepűnek a legkeletibb része. A nyugati székelyek. Igen, a nyugati székelyek, Érek, a Burgenlandi Kultúra Egyesületnek a kiadványa 990-től jelenik meg, nekem minden számát megvan, és ezt most napokban küldték az új számot, a 23/1-es számot, itt van, hogy őrvidéki hírek. Tehát ennek az újságjuknak ez a neve. Tehát nem az van, hogy burgenlandi hírek, őrvidéki hírek. Mert ez a nyugati gyepűnek volt a legkeletibb része, ott voltak az őrfalvak, egy csomó őr, felső őr, alsó őr, őri sziget, tehát egy csomó több tucat ilyen falu van, amelyiknek az őrszó, az őrség benne van. Beléd folytottam a szót, Robert. Most akkor először erre reagálnék, csak annyiban, hogy nyilván, tehát az osztrákoknál voltak is, és részben vannak is olyan hangok, amelyek ezt a burgenlandi kérdést próbálják így az időben visszavinni, de alapvetően, tehát 1905-ben például van az Aurel Popovicinek ugye a Nagy Ausztriáról szóló műve, amely alapvetően azért etnikai területeket, tehát német ajkú területeket választott volna le Nyugat-Magyarországról. De azért azt mondanám, hogy a mai Ausztriában, én most így az adásra készülve néztem egy 2018-as dokumentumfilmet, ott nem beszéltek arról, hogy 1000 éves Burgenland lenne, tehát ők is elismerik már, hogy Burgenland az gyakorlatilag az első világháború után született. És a másik, amit még akartam a korábbiakhoz említeni, hogy ezt a magyar külpolitika, ezt az eredményt úgy éri el, hogy belül a magyar diplomácián belül azért nagyon karakán határozott figurák szerepelnek, akik egymással szemben is több fényt akarnak és a Rivalda fénybe szerepelni. Hát ne felejtsük el, hogy Kánya Kálmán azt mondja Bánfi Miklósról, hogy ez egy dilettáns, tehát ez egy ember, aki jött kívülről, neki nem kell elmondani mindent, mert úgy is megy majd, és jön a következő külügyminiszter. Vagy Bánfi ugye a viszontválaszában azt mondja Kányáról, hogy hát egy kiváló ember, de ő neki a külpolitika az egy sakkjáték, és ilyen alapon akár Japánnak a külügyminisztere is lehetne. Tehát, hogy a két személyiség között azért vannak ilyen harcok, és
ettől függetlenül a közös kérdésben, a nagy kérdésben ők egyetértenek. Igen, hát ez a belpolitikai húzakodás, bocsánat. De akkor lépjünk egyet. 1922 Sopron visszatér ugye Magyarországhoz. Népszavazás, összességében 65,8% szavaz Sopronban és a 8 településen arányaiban arra, hogy Magyarországhoz tartozzanak, Sopronban egyébként, amelyik szinte teljesen németváros, 72%. Ez most a magyar diplomáciának az egyértelmű sikere, vagy pedig annak a kurflinak a sikere, egy sajátos diplomáciai kurfli, ugye a lajtabánság létrehozása, amely létrehozott egy olyan területet, amelyet nem tudtak értelmezni egy ideig abban a kontextusban, hiszen egy nem létező, hirtelen létrejött egy önálló politikai entitás. Na most a lajtabánság az tulajdonképpen az a lényege, hogy Prónaiék azt mondták, és Héjasék, hogyha a nyugat-magyarországi terület nem tartozhat Magyarországhoz, akkor ne tartozzon Ausztriához is, hanem a Párizsi Békekonferencia nagy szellemisége, a népek önrendelkezés joga, amely mindenkire vonatkozott Európába, kivéve a magyarságot, ugye mert nem engedtek népszavazást tartani se a Felvidéken, se a Csalók, József, én erre értettem, hogy egy diplomáciai kurfli történik, egy olyan húzás, amivel nem nagyon tud mit kezdeni a Párizsi Békekonferencia, hiszen hogyha ellene megy, abban a pillanatban a saját alapelveit csúfolja meg. Hát Prónaiék ezt használták ki a lajtabánság állam kikiáltásával október 4-én, hát annak a hatására ül össze a 11-én majd a velencei konferencia. Hallgassuk meg Mihályt is. Én azt gondolom, hogy abszolút a nyugat-magyarországi felkelésnek és Prónaiéknak megvan az a szerepe ebben, hogy a helyzetet előállítják ahhoz, hogy aztán ebből egy diplomáciai tárgyalás lehessen. Ugye már csak azért is az Antant is lépéskényszerben van, hiszen még jóformán meg sem száradt a tinta a békeszerződésen, és ezzel kapcsolatban kellemetlen lenne párizsi diplomáciának egész Európa szinten, ha ököljogon változna meg egy ilyen helyzet, és ez is abba az irányba terelte. Tehát, hogy itt én azt gondolom, mind a kettő nyilvánvalóan a nyugat-magyarországi felkelők nélkül nincs diplomáciai megoldás sem, hisz nem állt volna elő az a helyzet, ami miatt az osztrák fél hajlandó elfogadni a döntő bíráskodás tetéren, vagy a nemzetközi közreműködés tetéren. Más kérdés az is, hogy valószínűleg pusztán a diplomáciai megoldás nélkül, ahogy egyébként a lajtabánság végül is egy epizód a korszak történetében, nem tudott volna egy ilyen kezdeményezés önmagában létezni, tehát a kettő között ez azt gondolom az arany középút. Még egyet hozzáfűznék, mert az talán a előző kérdésben nem került elő, hogy nyilván Ausztria részéről nagyon ügyes érvelés volt ez, kihasználva, amire már utaltam 19-ben a helyzetet a béketárgyalás felé, hogy mitől is kerülhetett oda Nyugat-Magyarország. Hát tanácsköztársaság volt Magyarországon, ennek a föltartóztatása ilyen módon Ausztria a nyugati területekkel lehet képes. Az, hogy Ausztriában ne terjedjen még tovább bármifajta vörös veszély, ami akkor egy hívószó volt nyugaton, hiszen nem lehetett tudni, hogy most lesz-e világforradalom, vagy nem lesz világforradalom. Ehhez hozzátéve azt, hogy ha már az Anschluss nem lehet, akkor legalább egy nyugat-magyarországi területgyarapodás legyen. Tehát ez tipikusan, nagyon klasszikusan ügyes reálpolitikai húzás volt Ausztria részéről, amelyik egy akkori helyzet kihasználás volt, akkor is, ha nyilvánvalóan a háborús szerepviszonyoknak ez nem felel meg. De hát közben a kommunista emigráció egyik legfontosabb, sőt, legfontosabb központja Bécs. De a másik az, amire figyelni kell, mert arra megint nem kevés figyelem van, hogy tulajdonképpen a mai Burgenlandot, tehát Nyugat-Magyarországot, az fájdalomkétért kapta Ausztria Dél-Tirol elvesztéséért. Tehát innen indul ki az egész, tehát innen menjünk, itt van a lényeg. Jóska, ebben neked tökéletesen igazad van, csak van egy óriási kérdés, ha Ausztriának jár a fájdalomdíj, akkor Magyarországnak miért nem jár fájdalomdíj? Amiközben a történelmi Magyarországnak, Horvátország nélkül területének a kétharmada eltűnik. Új országok jönnek létre gyakorlatilag. Alapvetően én azt gondolom, hogy a közép-európai Magyarország környéki kérdés az egy másodrangú kérdés Németországgal összefüggő kérdésekhez képest, és Ausztriát szoros összefüggésben tekinti a nyugati diplomácia, ugye az Anschluss kérdése miatt, tehát ezért ők inkább vannak alkupozícióban, mint egy tényleg más tekintetben
sokkal kisebb súlycsoportot, relevanciát képviselő csak Magyarországon. De van egy problémát 38-ig. Igen, de még van egy közben meg egy csehszlovák, osztrák közeledés is, tehát a Lani egyezmény ugye Masarykkal. Tehát ez tulajdonképpen ez is benne van a pakliba. Tehát nagyon, nagyon bonyolultan van itt az egész kérdés. De azért, László, az, hogy a soproni népszavazás létrejött, ugye egyrészt vannak hadászati háttere is, de ez része annak is, hogy egyébként a Horthy rendszer kezd komilfóvá válni, és aztán ugye a 22-23-ban ez gyakorlatilag már egy teljesen elfogadott struktúra. Sok minden elhangzott, amire érdemes reflektálni. Hát az egészen biztosan fontos rögzíteni, és szerintem itt nincs is vita, ugye, hogy a nyugat-magyarországi felkelés nélkül nyilván nem lett volna népszavazás, nehezen lehetett volna egy diplomáciai megoldást találni. Nyugat-magyarországi felkelés nélkül, tehát ezt nem szabad elvitatni ezeknek a felkelőknek az érdemét, bármilyen egyéb megítélésbeli viták is rakódtak aztán a nevükre, azt gondolom, hogy nyilván fontos rögzíteni, hogy ez itt azért jelentős részben az jó értemük. Akkor menjünk tovább egyet. Tehát nyilván az a hadicselekmény, ami akkor történik, az nagyon fontos Sopron esetében. A 23-as döntésnél, tehát Szentpéterfa és még másik 9 település visszatérésénél már egyértelműbb az, hogy mert ugye ott egy bukott felkelés kísérlet van, amit Horthyék rendőrségi módszerekkel kezelnek. Az egyik vezető öngyilkos is lesz a börtönben. Apáthy László, így van. De ott már gyakorlatilag az abszolút komilfóvá válás pillanatát láthatjuk, hogy azt mondják, hogy oké, akkor intézzétek. Hát ugye az, hogy később lesz határkiigazító bizottság és különböző döntések születhetnek, ezt a velencei tárgyalásban is ugye rögzítették, tehát ilyen értelemben talán ez is kapcsolódik a felkeléshez, de én még visszamennék ehhez a kérdéshez, ugye, hogy lehetséges, hogy Ausztriát kompenzálják, ugye erről van egy nagyon vicces, vagy hát találó anekdota, amit a brit nagykövet jegyzett fel, miszerint Hegedűs Lóránt Bethlen pénzügyminisztere mondta neki azt, hogy ez ahhoz lehetne hasonlítani, mint hogyha két haldokló ember fekszik a földön, és az egyik még utolsó lehelletével belenyúl a másiknak a zsebébe, és ellopja onnan az aranyórát. Tehát ez határozottan egy olyan dolog volt, ami már ekkoriban is hát mindenképpen dühítette az embereket. Tehát ugye sok szempont vezetett ahhoz, hogy itt Nyugat-Magyarországon lehetett megvalósítani ezt a felkelést, és nem mondjuk más területeken. De egészen biztosan benne volt az, hogy azért a magyar nemzeti ügynek a képviselői elfogadhatatlannak tartották azt, hogy egy hát velünk együttvesztes hatalom, ha úgy tetszik, ugye hízzon Magyarország rovására. Robert, te rendszeresen elhozod a magyarországi politikusokat, nagyon helyesen egyébként. Az, hogy 23-ban ez a döntés megszülethet, az köszönhető annak, hogy egyrészt ugye Bethlen István addigra elég erőteljesen konszolidálja a hatalmát, másrészt pedig azért a részben a magyar külügyérek, részben pedig Bethlen István azért van annyira súlyos politikai személyiség Közép-Európában, hogy ő ebben az ügyben már, hogy is mondjam, offenzívába mehet át. Azonnal válaszolok erre a kérdésre, de ha megengeded, egy apró megjegyzés, hogy némileg árnyaljam az elhangzottakat. Amit az elején is hangsúlyoztam, tehát, hogy a reálpolitikának és a rajongóknak az együttműködésére van szükség. Én úgy gondolom, hogy a felkelésre addig a pontig volt szükség, amíg a velencei megállapodás megszületett. A velencei megállapodásban nincsen benne, de a magyar fél azt vállalta, és erről van diplomáciai dokumentum, hogy akár fegyverrel is fellép a felkelőkkel szemben, amennyiben a területet nem tudja vagy felszabadítani, tehát hogy átadni az osztrákoknak. Ez az egyik. A másik szóba került, ugye a 22-ben a második felkelési hullámban ezt nagyjából be is tartja a magyar állam, mert a csendőrök tartóztatják. Így van, és ez nagyon fontos. Kevésbé szoktuk azt mondani, hogy amikor megszületik ez a Szentpéterfa és a többi község visszacsatolásáról szóló döntés a Népszövetség előtt, ez 22. szeptember. És nagyjából ugyanekkor veszik fel Magyarországot a Népszövetségbe. Elsőként a vesztes államok közül? Így van. Tehát igenis van egy elismerés a nagyhatalmak részéről. Egyrészt, hogy konszolidálódik a rendszer, másrészt pedig van egy olyan... Ez Bethlen személyes sikere?
Abszolút. Tehát a betleni konszolidáció az már ebben az időszakban abszolút az ő nevéhez köthető. A külpolitikai konszolidáció is. Ugye Bánfi Miklós akkor már nem külügyminiszter, mert 22. decemberében ő visszavonul. Hát ne felejtsük el, olyan időszakot csinált végig két éven át, hogy idegösszeomlást kapott, és hosszabb pihenőre szorult, és aztán ugye nem ő vitte tovább a külpolitikát, de a külpolitikának a folyamatossága megmaradt. És az osztrákokkal pedig a 21-es, ha úgy tetszik, kis osztrák-magyar háború és összetűzés után szintén van egy konszolidáció a kapcsolatokban. 23. április 10-én aláír a két fél egy tulajdonképpen barátsági és választott bírósági szerződést, és ugye abban az szerepel, hogy innentől fogva a különböző vitás kérdéseket békés úton rendezik, és amennyiben ez nem sikerül, akkor azt egy közösen megbízott, ugye választott bíróság elé viszik. Nagyon fontos. Mondjuk el azt a 10 település nevet, mert azt hiszem, hogy minden tiszteletet megérdemelnek. Olmod, Kisnarda, Nagynarda, Alsócsatár, Felsőcsatár, Magyar Keresztes, Horvát Lövő, Német Keresztes, Pornó Apáti és Szentpéterfa. Hogyan jelzik, hogyan jelezhették, vagy egyáltalán a települések jelezték-e, hogy ők szeretnének visszatérni Magyarországhoz? Igen, akkor erre itt mindjárt válaszolnék is. 1922. márciusában van egy úgynevezett községbejárás. Tehát ezek a települések folyamatosan munkát adtak ennek az osztrák-magyar határ megállapító bizottságnak, és több beadványban is jelezték, hogy ők ugye Magyarországhoz szeretnének csatlakozni. Első körben egyébként ebből a 10-ből ugye Olmód és Szentpéterva kivételével a többi tér vissza, tehát 23. januárjában van az ünnepélyes visszatérés, de maga a döntés az, ahogy jeleztem, ugye 22. szeptemberében erről már megszületik. És Olmód és Szentpéterfa pedig úgy csatlakozik az előző 8-hoz, hogy az osztrákok vetik fel, hogy nekik gazdasági meg út problémák miatt ugye Rendekre és Rőtfalvára van szükségük, ami amúgy is alapvetően német lakta terület, és ezért cserében kapja meg a magyar kormány ugye Olmódot és Szentpéterfát. Tehát ott effektíve megtörténik egy területcsere. Így van. Igen. Így van. És még hozzátartozó erdők, esetlegesen utak, tehát a magyar kormányzat vállal például útépítési kötelezettséget osztrák területen, ahol a Szent Gotthárdi apátságnak a birtokára vezető út van. Nagyon sok kérdést kell egyébként rendezni, hát csak egy tényleg meghökkentő dolgot említenék, hogy Felső Szölnökön volt egy papi birtok, amelyhez tartozott egy szárazmalom, amit egy ló hajtott, tehát gyakorlatilag egy ilyen lóhajtott a járvány volt, járgány, bocsánat, ami úgy járt körbe-körbe. És volt a körnek egy olyan része, ami a határ meghúzás miatt már Ausztriához tartozott. Tehát ez a ló rendszeresen ugye határsértést hajtott végre, és ezért 22 végén ezt a területsávot, ezt a pici területsávot például módosítani kellett. Vagy Rönökön, ugye ott van a Szent Imre plébánia, ami mellett húzták meg pontosan a határvonalat, és a hívek pedig Ausztriába kerültek, és ugye egészen 1990-ig az a templom ott pusztult, és utána kellett ugye újraépíteni. Vagy a másik csatárkössébe, ha jól emlékszem, amikor a disznóalma Ausztriába került, és a paraszgazdának, cigánygazdának, a háza pedig Magyarországon maradt. Tehát ilyen őrületek is voltak, vagy ott van például a kőszegi kilátó. Ugye, hogy tulajdonképpen a kőszeg kilátó ketté van vágva. Emlékszem, én nagyon régen jártam ott, mikor még a antivilágba, tehát amikor még katonák őrizték, és akkor mondták, hogy hát ott odébb lépünk egy lépést, akkor a kilátó a másik felébe az már Ausztria. Tehát ilyen agyrémek is voltak a határ megállapításoknál, tehát nem csak egyebek. Egy-két ilyen érdekességet én is mondanék, ami szerintem hát nem megdöbbentő, hanem inkább ugye az emberi természet mutatja, hogy a kőszegiek viszont ugye tiltakoztak ezzel ellen a területcsere ellen, mondván, hogy Kőszegnek a vonzás körzetéből ugye Rendek átkerül Ausztriához, és hogy azt hiszem úgy érveltek, hogy Szentpéterfa ott úgyis olyan erős magyar barát érzelmek vannak, hogy az amúgy is visszakerülne, ezért kár kicserélni ezt a két területet, és az írott kő kapcsán tényleg, hogy maga a hegycsúcsba egy tortaszeletként vág bele az országhatár, és a kilátó bejárat van
Ausztriánál. Sose felejtem el, földrajzszakon főkollégiumi tárgy Magyarország földrajza, és az egyik professzor mondta, hogy évtizedek óta tanítom a Magyarország földrajzát, és ez már így volt a előző rendszerben is, és nem lehetett fölmennem a Dunántúl legmagasabb pontjára, mert hogy a vasfüggöny miatt nem lehetett eljutni, és így hogy tanítson az ember egyetemen földrajzot, hogy még csak életében nem járhatott a Dunántúl legmagasabb pontján. Szóval ilyen helyzetek valóban ki tudnak jönni. Ugye Mosonvár megyében külön meghallgatást rendeztek a nagybirtokos arisztokraták birtoktestjei miatt is, tehát hogy valóban egy nagyon komplex kérdés, és igazából feltehetőleg mindkét oldalnak az érvei között vannak súlyosak, és hogy még csak egy utolsót mondjak, ugye hát a klasszikus ismert példa a Somoskő, ahol a vár ma is euróval kell megváltani a belépőjegyet, de a falu meg Magyarországon van. Igen. Na és akkor... Vagy milyen volt Mexikó puszta is, ugye tulajdonképpen ilyen háromszög a határ Mexikó pusztánál, tehát az is tulajdonképpen egy félelmetes határ megvonása. Mondott egy érdekes dolgot, hogy meghallgatás, mert hogy ugye itt nem népszavazás történik, hanem meghallgatások vannak, Antant bizottság előtti meghallgatások. Mi készítettünk egy rövid bejátszót arról, ez egyébként 1993-ból származó felvételek, hogy hogyan zajlott egy akkori meghallgatás. Nézzük meg. Szóval, hogy volt az, amikor kérvényt vittek Sopronba? Hát, az osztrák csendőr kísérte. Annak a kíséretében ment Sopronba, de mivel édesapám Sopronba sorskatona volt, ugye ott szolgált, ismerte jól Sopronvárost, aztán, mikor leszállt a vonatról, a csendőr kísérte, az osztrák csendőr. De ő tudta, hogy egy kapuban bemegy, és a másik utcába kimegy, ugye? És mi volt az édesapjánál, ami olyan fontos dolog volt? Kérvény, hogy csatoljanak vissza bennünket. Kabát ujjába bevarva, édesanyám oda bevarta. És mit gondol, hogy a falu miért akart visszakerülni Magyarországra, hiszen itt horvátok laknak? Azt én nem tudom, kislány voltam, de láttam, hogy haza szeretet volt bennük, és a nagybácsi kis gombolt a kabátját, úgy is tetszik tudni. Itt a szívem, de haza áruló nem leszek. Kik előtt nyitotta ki a kabátját? Az osztrák csendőr előtt, aki le akarta lőni, hogy írja alá. Mit? Hogy új tovább maradunk osztrákok. Itt még az erőszak is benne volt, tehát nem volt ez olyan egyszerű. És ráadásul ugye a horvát nemzetiségű falvakról van szó. Laci, szerinted mi volt az oka annak, hogy ezek a falvak Magyarországhoz akartak tartozni, ennek ellenére? Hát ugye az, hogy valakinek milyen volt az etnikai háttere, az ugye nem feltétlenül jelentette azt, hogy éppenséggel ahhoz az országhoz is hűséges. Tehát ugye láthattuk ezt a soproni népszavazásnál is, hogy ugye a magyar ügy mellett hát expliciten agitáltak német származású, esetleg német anyanyelvű emberek is, de hát ugyanezt láthatjuk, hogyha megnézzük a bizonyos például letartóztatott nyugat-magyarországi felkelőknek a névsorát, én ezeket nézegettem az ilyen különböző antant tisztek jelentéseiben a brit nemzeti levéltárban, hát azért sok volt ott a határozottan horvát vagy német nevű egyén. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy ebben a bejátszásban is ugye az osztrák csendőrségnek az erőszakos mi voltára történt utalás, hiszen azért, hogyha megnézzük a korabeli forrásokban, azért nem bántak kesztyűs kezzel a helyi lakossággal, tudjuk, hogy polgármestereket, papokat, espereseket, sőt még ugye egy nemzetgyűlési képviselőt is ugye letartóztattak, sokakat megvertek, megkínoztak, egyeseket állítólag még halálosan meg is fenyegettek, tehát azért itt nem feltétlenül a nyugati demokráciának a finom módszereit hozták el Nyugat-Magyarországra. Érdekes egyébként megnézni a sajtó visszhangját is ennek a döntésnek. Egyrészt ugye azt is, hogy a korabeli sajtóban nagyon sokszor szerepelt az, hogy helyi egyébként német származású jegyző, tanító nagyon sokat hát mai szóval lobbizott ugye a település érdekében, ez megjelent a magyar sajtóban, de érdekes, hogy 1929-ben ugye egy súlyos tűzvész pusztított a településen, és akkor pedig az osztrák sajtóban jelentek meg a kúnyolódó kommentárok, hogy valószínűleg az isteni büntetés sújtott le a településre. Egy picit
hozzátennék ahhoz, amit a Laci mondott. Egyrészt pornóapáti példáját, az ugye alapvetően egy német lakta település. Tehát háromnegyedében, ha jól emlékszem, igen, német ajkokról van szó. És ugye ezek a meghallgatások, vagy ezek a községbejárások azért nagyon esetlegesen zajlanak, mert mondjuk valaki kidobolja, összejön egy adott tömeg, és akkor az valamilyen módon megnyilvánul. De pornóapáti azután lett magyar terület, hogy először ott osztrákok jelentek meg, kiírták, hogy Heil Österreich, felvonultak, stb. Miközben a magyarok még a templomba voltak misén, és amikor vége volt a misének, akkor ugye a magyarok is megjelentek, és akkor már is módosult a kép. És a másik, amit szeretnék mondani, Szentpéterfa, az nagyon érdekes, ugye a leghűségesebb községnek, a Communitas Fidelissimának mondjuk, de ezt ne felejtsük el, hogy maga a település megosztott volt ebben a kérdésben. Volt két kocsma a településen, az egyik kocsmában gyülekeztek a magyar pártiak, a másik kocsmában az osztrák pártiak, és egyébként az osztrák pártiakat is ért retorziók, tehát például egy Strapics nevű kocsmárosnak, aki az osztrák pártiakat vezette, később el kellett hagyni a települést, és átment Eberauba a magyarkerékbe, és ott nyitott újra kocsmát. Tehát még Szentpéterfa esetében is, ahol határozott magyar párti kiállást tapasztalunk, ott is vannak olyan hangok, akik akár gazdasági érvek miatt, hol tudja eladni a borát, hova jár a gyereke iskolába, a pap a településen milyen véleménye van, stb. Stb. Tehát akár ők is osztrák pártiak lehettek, és egyébként a Újvári Gábornak ugye 21-ben jelent meg erről a kérdéskomplexumról könyve, és nagyon helyesen világít rá arra, hogy ezt az egész problémát éppen ezért nem szabad a jók meg a gonoszok harcaként egy oldalon beállítani, mert gondoljunk abba bele, hogy ebbe a térségbe korábban ez nem létezett határ. Sopron esetében a soproniaknak, meg a Sopron környéki falvaknak volt két hónapjuk, hogy eldöntsék, hogy hova tartoznak. Itt, amiről ma beszélgetünk, települések, hát ők 14 hónapra nagyjából ugye osztrák megszállás alá, vagy osztrák uralom alá kerültek, tehát kicsit hosszabb időszakról van szó, de ez nem egy egyszerű kérdés, hogy mi alapján hozom meg, és ahogy a Laci ugye helyesen mondta, nem mindig az etnikai hovatartozás dönt. Három apróságot tennék hozzá. Már a korszakban is megjelent, amikor a helyieket kérdezték, horvát nemzetiségűeket, hogy miért döntöttek így, hogy hálából azért, mert a török korban a horvát területekről, törökök elől észak felé költöző horvátokat befogadták, tehát érdekes ez a történelmi érv. A másik, ami itt a bejárásnak a nehézségei meg problematikussága kapcsán fölmerült, hogy ezek a határmegállapító bizottságok, én azt gondolom, hogy tiszteletre méltóan végezték a munkájukat, és volt benne egy szakszerűségre törekvés, és még azt is megkockáztatnám, amennyire, hát itt nyilvánvalóan mindkét fél ajánlatokat tesz, osztrák kancellár megígéri a vasútépítést, stb., de amennyire lehet, ebben az esetben nyilván sokkal kisebb a tét, mint amikor ország részekről van szó a trianoni tárgyalások során, de hogy itt egy szakszerűségre törekvés volt, és úgy gondolom, hogy volt osztrák meg magyar bizottsági tag, plusz ugye a négy érintett nagyhatalom, ugye Japánnal együtt az európai győztes hatalmak voltak jelen, és ebben tényleg egy ilyenfajta, ugye a magyarok, ha jól emlékszem, 96 településre nyújtottak be igényt a 321 néhányból, nyilván ez egy felüllőd, de cél volt, de azért ez egy komoly eredmény így is, és szerintem a Határ Megállapító Bizottság munkáját dicséri, és még egy utolsó gondolat, csak hogy itt ugye beszélgetünk arról, hogy mind a kettő mellett vannak érvek, és kicsit azért van egy ilyen 21. századi szomorú áthallás, hogy végső soron az, hogy most ebbe a 2022-23-as helyzetben ki lesz egy Ukrajnában zajló konfliktus áldozata, vagy ki nem, az adott esetben most persze pont ott a kárpátaljai határon ilyenfajta kérdések 1920-as évek elején nem merültek föl, de hogyha ezt egy kicsit mutatis mutandis vizsgáljuk, az most, hogy Szentpéterfa Magyarországhoz, vagy ha keleti oldalon lennénk, Ukrajnához tartozik, az akár abban is mérhető, hogy valaki ennek a konfliktusnak a részese lesz, vagy sem. Úgyhogy azért ez egy nagyon fontos kérdés, és hál' Istennek, hogy ezt most szerintem ne is hozzuk elő, mert azonnal belekötnek, hiszen most a szlovák hisztéria, a szlovák külügyminiszternek a hisztériája miatt, ez egy hihetetlenül fontos kérdés. Ne haragudj, Jóska,
egy lépésre menjünk tovább. Már elhangzott többször is, hogy itt gazdasági érvek és minden egyéb. Azért azt tegyük hozzá, hogy bár lehet, hogy nem a legtisztább demokráciák voltak, sőt, abban az időszakban. Viszont a magántulajdon szentsége az hibátlanul működött. Mert miközben impériumváltás volt, ugye nagy birtokok egyik fele került ide, került a másik oldalra, vágta ketté, miközben parasztgazdaságot vágott ketté adott esetben az országhatár, ezeknek az embereknek a birtokaihoz egyik oldalon sem nyúltak hozzá, és minden egyes termelő, legyen az bár nagy gazda, arisztokrata, nagy birtokos vagy kisparaszt, nyugodtan átjárhatott a másik oldalra művelni a földjeit. És ez egy nagyon fontos dolog. A kettős birtokosság intézménye volt, ez nagyon jól működött egyébként a két világháború között, tehát utána ezt a vasfüggönnyel teljesen felszámolták, de hát teljesen szabadon átvihették a szénát, a termést, átmerték művelni a kertjeiket, a földjeiket, tehát tulajdonképpen a tulajdon szentsége az megmaradt. Tehát a határok ellenére megmaradt a tulajdon szentsége, hogy nyugodtan átmentek kettős birtokosként a magyar területre, vagy osztrák területre a gazdák művelni a földjüket. Tehát ebben semmi okoz. Tehát voltak ilyen alkalmi, tehát többféle ilyen határátépési igazolvány volt, ilyen napi, akkor volt heti, akkor, hogy átmentett reggel, de este vissza kellett neki jönni, tehát és akkor a terményt meg értékesítette, és az azt jelentette, hogy a korábban az évszázadok által kialakult piacok tulajdonképpen nem szakadtak úgy ketté, mint korábban. Tehát ez tulajdonképpen a monarchiából maradt vagy meg. Mint később, 47-től 48-től, amikor a vasfüggöny kiépült. Amikor aztán végképp leszakadt a vasfüggöny, igen. Menjünk tovább egy bejátszóval. Nézzük meg, hogy hogyan emlékeznek vissza azok, akik megélték, hogy hogyan ünnepelte meg például Szent Péterfa az anyaországhoz való visszatérését. Az ünnepségnek 23-ban milyen volt a hangulata? Tanító beszédet mondott ott az ünnepsége. Állt fönt egy hokedlinész, mindenki fölött ő volt, és őt látunk, mikor beszédet mondott. Úgy emlékszem, mikor elkezdte a beszédet, hogy sötét felhő borult hazánkra, és letakarta minket is, a mi falunkat is, és a hazától ugye el voltunk szakadva. De most újra kivirat. A mai napon kivirat nekünk is, hogy újra magyarok lettünk. És akkor tapsoltak, ugye? Juliska néni azon a bizonyos ünnepségen szavalt is. Igen. Mit szavalt? Mivé legyen a magyar lány? Ki írta ezt? A Gyöngyösi tanító azt adta nekem, de azzal a föltétele, hogy senki meg ne tudja, még otthon a nagymamám, nagypapám, testvérem, mert árva voltam, én nem tudtak. Senki nem tudott róla, mert hát én megfogadtam, senkinek el nem mondom. Mert akkor azt mondta, hogy őt elviszik, ugye? Ja, hogy még az osztrákok elviszik. Hát igen, osztrákok. 1923. január 10-én kezdődtek a meghallgatások és a nyílt szavazások, és ugye március 9-e volt az utolsó, amikor Szentpéterfa visszatért. 6325 fő volt az, aki visszajött az anyaországhoz, és 23371 kataszteri holdnyi földterület. Nyilván nem sok. 101 négyzetkilométer. Kiszámoltam. Ez egy pici, a 93 ezerhez képest is pici. Igen. De hát azért mégiscsak óriási jelentősége volt ennek. Nem csak abban a korban, hanem a mai napig érezhetően. És tulajdonképpen a soproni népszavazást is hozzáveszünk, ott 257 négyzetkilométer jött vissza, akkor ez 360 körül. Tehát ez tulajdonképpen azért egy jelentős terület, és akkor megyünk Sopron felé, akkor látjuk, hogy milyen jó az a soproni félkört kitalálták a velencei tárgyalásokon, ugye, amikor kialakult a soproni félkör, ugye a népszavazásnak a területe, és tulajdonképpen látszik, ott látszik Sopronnál, hogy az a csücsök, vagy az, ami visszatért. Tehát az, hogy egész van levegője, van háttere Sopronnak, mert tulajdonképpen
egy olyan, lehetett volna majdnem, főleg a Vasfüggöny idején később, mint egy határmenti város, amelyik ketté van vágva, vagy ahogy Szentgotthárdon, az is a határa ki van, ez egyszerűen ki van a határszínre szorítva. Még egyszer vissza ezt a soproni népszavazáshoz, és Bánfi Miklós nekem tisztelt, erdélyiként is tisztelt külügyminiszter, és tényleg jó munkát végzett, de egy dolgot ezt elszúrta, tulajdonképpen, mert a Sopron környéki több 5-6 horvát falu egyszerűen könyörgött, hogy vegyék be a népszavazásba, mert ők Magyarországhoz akarnak tartozni. És fegyvert kértek a magyar kormánytól, én erre találtam a levéltári adatokat, meg forrásokat annak idején a könyvemhez, hogy ők meg akarják, akár meg is védik fegyverrel a falukat. Nagyon jó, hogy mondod, Jóska. Kettő percünk van egyébként. Igen. Ebből a műsorból. Tehát ez egy nagyon érdekes. De azért fontos, amit mondtál, mert fölvetődik egy alapvető kérdés. Mennyire volt ez alulról jövő, mondta a mai zsargonnal élve, civil kezdeményezés, hogy ebbe belementek? Még a fegyveres ellenállás is gyakorlatilag alulról szerveződött. Pont az a példa, amit mondtál, Robert. Szerintem. Teljes, tehát a nyugat-magyarországi Igen. kérdésben, vagy itt a Szentpéterfa esetében? Szerintem az egész, nyugodtan beszéltünk az egészről, de Szentpéterfa ma 100 év, fontos. Igen, igen. Szóval én, amit az adás elején is mondtam, én a nagy politika, a reálpolitika és a helyi felkelők együttműködésének tartom ezeket az eseményeket, és ezért érdekes, csak apró megjegyzésként, hogy ez a Communitas Fidelissima Szentpéterfa esetében tulajdonképpen 2014-ig a település hivatalosan nem kapta meg ezt a címet. Én utána néztem a Vas vármegyei levéltárban, tehát ez a 2014-es törvényben került végül is szankcionálásra. Igen. Van 40 másodpercetek, osszátok meg egymás között. Tehát egy mondatban én azt gondolom, hogy mind a kettő benne volt, hát azt láthatjuk a forrásokban, hogy volt ott helyi lelkesülés is a nyugat-magyarországi felkelésre, amit aztán például fegyverekkel támogatott a kormány, de hát az ország más részeiből, Erdélyről, Felvidékből is érkeztek azért lelkes hazafiak. Mihály, tiéd a végszó. Én azt gondolom, hogy egy népszavazáson azért nem lehetett volna 100% ellenére egy ilyen eredményt létrehozni, tehát teljesen egyértelmű, hogy csak is a helyi egyetértés adta meg a keretfeltételeket, és nyilván az, hogy mondjuk egy Dunatisza közi felkelő csoport is megjelent ott, ez is természetesen az eleme volt a racionális cselekvés, az önszerveződés és a helyi érdek együttes kombinációjaként. Tehát pontosan 100 éve, ma 100 évet ért vissza az anyaországhoz Szentpéterfa. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívásunkat. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Éles kultúrharc zajlik a liberálisok és a konzervatívak között Amerikában. Tovább fokozódik a Disney és a Ron DeSantis kormányzó küzdelme. Erről beszélgetünk az Ez itt a kérdés következő adásában, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Mm-hmm.